Szőcs Rozalió, születtem 1928, május 13-a. Vasárnap délután 4 órakor. 28-ban lettem, 37-ben meghult édesapám, maradtunk árban 4-en, és úgy nevelt fel anyám minket. Reggeli egyik nap volt teljes fuliszka, stúros fuliszka, másnap reggel volt hús sütve, ugyan fuliszka főzve, mert úgy csinálták ezelőtt. Ettünk reggel, és akkor mentünk el a mezőre, és néztük az ágát, hogy lesz-e eső, hogy ne kelljen dolgozzunk. És vártuk, hogy jöjjön dél, hogy volt a föld végében egy nagy rakottyafa, és az alatt pihenhessünk. Olyan jó telt a gyermekkor, nagyon jó volt a gyermekkor, nagyon jó volt. Én is férhöz mentem, hát abban az életben volt nagyon sok bonyolultság, volt egy kicsi jó érzés, de volt több volt rossz, mint jó. Román világ volt, csak akkor lett magyar világ, nagyon örvántünk, csak nagyon keveset tartott. Hosszan akkor jött megint a román világ, abba belé kellett élni, kicsit nehéz volt átvenni a magyart a románra, de muszáj volt, mert nem volt egyéb lehetőség. Nekem volt egy fiam, amelyiket úgy hívtak, hogy Albert Almoska. Borotválkozott, és láttam, hogy tapoghassa az arcát. És odaszóltam akaratom ellen, hogy édesfiam, az ott neked fáj. És azt mondta, igen, mert édesanyám úgy megvárták, késére jöttem meg, azt mondta, úgy rosszul lett ott benne, terembe, ahol megvárték. Minden második héten megvolt neki. Azt mondta akkor munkatársai, hogy magyar érzelmű, Almoska. És ezzel vádolták. Aztán most, amikor legutóbb elment, akkor a vonat elejében. Azt mondta a mozdonyvezető, hogy nem tudta a gyorsvonatot megállítani, mert akkor ugye minden feldőlt volna. Ő látta, hogy ott oda vették, de nem tudta megállítani, és így el kellett vágni a vonat. És így hűlt meg a lelke, ahol vádolták, hogy magyar érzelmű. Úgyhogy nagy bánat volt. Egész életem keresztül. Semmi bánatom nem lett volna, mert én nem búsultam, harosz életemből sem búsultam, semmit. Ezt úgy megvárt az apjuk, mint a lomat. Reggel olyan voltam, mint a paripa. Nem sírtam, nem panaszkodtam senkinek sem. Végeztem a dolgomat, mert hallottam, hogy Erdélyt vissza akarják szakítani. Ha akkor békességben meg tudnának egyezni, nagyon jó volna, mert úgy csak kapná vissza, mint Magyarország az egészet, de belőle visszakapna, s jó volna, ha békesség lenne. De úgy gondolom, hogy lesz békesség. Hát a mai fiatalságnak azt üzenném, hogy legalább negyedére lennének olyanok, mint ezelőtt voltak a fiatalok. Mert akkor szép volt az élet. Mert az ezelőtti fiatal rendőrs volt, szép volt. Most a fiatalokkal egyrészt nem lehet bírni. Milyen egyfelé nem ismer, mint szokták mondani, sem Istent, sem embert. Én nagyon-nagyon vallásos voltam életemben, és a szüleim is, és én annak is maradtam. Én a gyermekeimet is, amikor kicsikék voltak, már az imádságról megtanítottam. Nem hagytam el magamot. Sokan mondták, hogy ugyan bizony, hogy vagy ilyen, jókedvű vagy, nem búsulsz, nem panaszkodol. Én nem mondtam senkinek sem soha. Semmit. Azt sem mondtam, ha
pénzem volt, azt sem mondtam, honnan volt. Úton mehetők, nem kell féljek, hogy ával én haragba vagyok, s el kell kerüljem. Senki más se veszeküdtem soha. Jól volt, eltűnt, minden jól volt. Jól van, addig a jó Isten életet élünk.